A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma július 28-a hétfő Szabolcs napja van. 100 éve az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 125 éve megszületett Nyírő József erdély magyar író. A híradó elején a nap legfontosabb történései egy-egy mondatban. 100 éve kezdődött az első világháború, a szerb kormány Nisben díszülést tartott. Egymás elfogadására tanít a topolyai toleranciatábor, immár 8-szor. 3 nap után sincs hír a péntek éjjel Bajmokon eltűnt lányról. Szerbia nyerte a vízilabda Európa-bajnokságot, Magyarország a második. Száz évvel ezelőtt, július 28-án üzent hadat az osztrák-magyar monarchia Szerbiának, miután egy hónappal korábban egy szerb diák, Gavrilo Princip merényletben megölte a Szarajevóba látogató trónörököst, Ferenc Ferdinándot és feleségét. A konfliktus egy hét alatt világháborúvá terebélyesedett. A háborúba augusztus 4-éig a monarchia oldalán Németország, Szerbia oldalán Oroszország, majd Franciaország és Nagy-Britannia is belépett. Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst 1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban a szerb anarchista diák Gavrilo Princip. Ez volt az első világháború, vagy ahogy akkoriban nevezték, a nagy háború egyik közvetlen kiváltó oka a nagyhatalmi ellentétek mellett. Bécs számára a nyomozás egyértelműsítette, hogy Szerbia támogatta a merénylőket. A monarchia válaszlépésként ultimátumot intézett Szerbiához. Azt követelte Szerbiától, hogy szüntessen be minden monarchia ellenes propaganda tevékenységet, és azt is elvárták, hogy Szerbia járuljon hozzá, hogy a monarchia tisztviselői Szerbia területén is vizsgálódhassanak a merénylet ügyében. Ez utóbbi és néhány további követelés Szerbia számára szuverenitásának feladását jelentette volna. Nikola Pašić szerb miniszterelnök alig negyed órával az ultimátum lejártát megelőzően személyesen adta át az osztrák-magyar követnek a követeléseket részben elutasító választ. A diplomáciai kapcsolatok megszakadtak, és július 28-án Bécsből telegram formájában megérkezett a hadüzenet is Nisbe. Nikola Pašić akkori szerb miniszterelnök éjfél környékén kapta készhez a levelet, mindössze 3 mondat állt a telegramban. Az egyik szerint a szerb kormány nem megfelelő módon válaszolt az ultimátumra, a második szerint az osztrák-magyar monarchia emiatt kénytelen fegyveres erőket alkalmazni. A harmadik mondatban ez állt, a monarchia úgy tekinti, hogy ettől a pillanattól háborúban áll Szerbiával. A hadüzenet kirobbantotta az évek óta lappangó konfliktust, az Európában lévő nemzetiségi ellentéteket. Oroszország és Franciaország azonnal Szerbia mellé állt. Németország Franciaországot, Anglia Németországot támadta meg néhány napon belül. E sorozatos hadüzenetek világméretűvé duzzasztották a hármas szövetség és az Antant összeütközését. После tog rata čitav svet je bio znatno drugačiji. Sve ono što je bilo pozitivno do tada što smo mi znamo kao što je bilo Belle Époque, ne znam, recimo secesija ovde kod nas se potpuno preokrenula i ljudi su počeli sasvim drugačije da gledaju na život baš zbog tih mnogobrojnih žrtava. A 4 évig tartó világháború a korábbi háborúkhoz képest elképzelhetetlen pusztulást okozott. 10 millióan haltak meg, 20 millió volt a sebesültek száma, a polgári lakosságot mérhetetlen szenvedés sújtotta. A szabadkai katonák közül 1855-en vesztették életüket a frontokon. Díszülést tartott ma a szerb kormány Nisben, pontosan ott, ahol 100 évvel ezelőtt a Pašić kormány ülésezett. A Nisi Egyetem épületén a történelmi esemény évfordulóján emléktáblát lepleztek le. Szerbia nem akarta a háborút, és nem is miatta robbant ki, mondta Alekszandar Vučić miniszterelnök. Az ülésen 7 közvállalat igazgatóját is leváltották. Autóbusszal érkeztek Szerbia miniszterei Nisbe. Az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából ülésezett a szerb kormány a Nisi Egyetemen. Ugyanez az épület adott otthont az 1914-ben hatalmon lévő Pašić kormány ülésezésének is. A napirendi pontok ismertetése előtt Alekszandar Vučić miniszterelnök elmondta, nem szokványos, hogy megemlékeznek egy háború kitöréséről, mégis újra és újra fel kell idézni a háború okait ahhoz, hogy le lehessen vonni a tanulságokat. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia nem akarta a háborút, és nem is ő volt a háború kitörésének az oka. A 420 ezer fős szerb hadsereg a háború alatt 300 ezer katonát veszített. Obeležavamo herojstvo naših predaka,
i svih onih koji su se tog letnjeg dana 1914. godine, pre tačno 100 godina, odazvali pozivu na mobilizaciju i svoje živote predali otadžbini. A kormányülésen nem csak az első világháború volt a téma, a miniszterek egyben a közvállalatok igazgatóinak leváltásáról is tárgyaltak. A kormány 7 intézmény munkájával nem volt megelégedve. Ono, što smo mi dali, da bude, da ima monopolski položaj, dominantan položaj, i što bi trebalo državi da se vraća kroz značajne prihode koje bi država naplaćivala, na kraju smo uspeli da dovedemo lošim upravljanjem, lošim menadžmentom do takvog stanja propasti da danas najveći deo javnih preduzeća subvencionišemo. Menesztették a szerbiai vasutak, a Nikola Tesla repülőtér, a DIPOSZ, a szerbiai állami szerencsejáték, a Dunáv biztosítóintézet, a civil légiközlekedési igazgatóság és a közlekedésbiztonsági ügynökség igazgatóját is. Egy hétig újra topolja a tolerancia európai fővárosa. A Dunamenti országok és régiók fiataljainak már hagyományosnak számító tolerancia táborát vasárnap este nyitották meg. Legyünk toleránsak, ez az idei program mottója. A szakadó eső sem hallgattatta el a dobokat a tolerancia tábor vasárnap esti megnyitóján. A szabadtérre tervezett ünnepséget a színházteremben tartották meg. A község polgármesterének, Kókai Mernyák Melindának a köszöntője után Gunter Ciss, a németországi Ulm város polgármestere a közös célok létrehozásának és megerősítésének a fontosságát hangsúlyozta. Und das andere Angebot ist, dass wir Frieden und Freiheit in Europa diskutieren werden, und ich bin schon gespannt, was die Jugendlichen erwarten in Europa. Nem elméleti szinten kell kezelni a multikulturalizmust, hanem azt a gyakorlatban meg kell élnünk, hangsúlyozta Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár. Szerinte a nemzeti önazonosságnak és a toleranciának egyensúlyban kell lennie értékrendünkben. Nem szabad, hogy az történjen, hogy a tolerancia oltárán feláldozzuk a nemzeti önazonosságunkat, ami történt mondjuk a kommunista Jugoszláviában, de a másik végletbe se szabad essünk, hogy a nemzet építés során elhanyaguljuk a toleranciát. Branislav Bugárszki regionális és helyi önkormányzati titkár szerint a tolerancia a legjobb üzenet, amit Vajdaságból küldhetünk a világ felé. A politikus kiemelte, a különbözőségek erősítenek bennünket. Toliko je važnije da mladi se upoznaju, pravovremeno upoznaju te razlike koje postoje, ali prihvatajući ih kao bogatstvo, a ne kao problem. Jobbira számíthatunk, és ez a rossz idő nem rohadt el kárgyunkat, jó szépítést! Idén 7 ország több mint 100 fiatalja tanul az európai értékrendről, az elfogadásról, az előítéletek is a diszkrimináció hatásáról a tolerancia táborban. A program megálmodója Egeresi Sándor szerint erkölcsi válságban van a társadalom, és ezért is kiemelten fontos az interaktív, demokratikus párbeszéd. Sajnos a mi társadalmunk erkölcsileg nagyon beteg, és próbáljuk kigyógyítani legalábbis üzeneteken keresztül. Egy új, mondjam így, viselkedési formával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez a betegség elmúljon. Péntek estig a táborlakók előadásokon és műhelymunkákon vehetnek részt, esténként pedig koncertek várják őket. A tábor záró rendezvényén tolerancia nagyköveteket avatnak majd Topolyán. 3 nap után sincs semmi hír a 15 éves Bajmokról eltűnt lányról. A rendőrség, a család és az ismerősök is keresik Tianejét, akinek pénteken éjjel veszett nyoma a bajmoki ráta település részen. Egyedül indult el hazafelé egy csatorna mentén, de már nem érkezett meg. Azóta semmit nem lehet tudni róla. A bajmoki ráta sportközpont a helyi fiatalok kedvelt gyülekezőhelye. Péntek este Tiana Jé is itt szórakozott barátaival. A kispályás labdarúgó mérkőzést még együtt nézték meg, majd éjfél körül egyedül indult haza. A 15 éves Tiana ezekről a sportpályákról indult hazafelé éjfél környékén a nyári úton. Azóta sem szülei, sem barátai nem hallottak felőle. Egyetlen nyom, amit maga után hagyott, az árok mentén egy fél pár fehér sportcipő. Mivel éjjel egyig nem ért haza, szülei aggódni kezdtek. Hívták a mobilján, de a lány nem vette fel. A család ismerősökkel, barátokkal azonnal a keresésére indult. Autókkal, kerékpárokkal és gyalogosan kutatták át a környéket, eredménytelenül. Odmah su počeli tragat za njom.
I za sad se ne zna ništa konkretno šta se desilo. Da li je oteta ili da li je kidnapovana ili da li je ona sama pobegla, ne zna se još. Reggel a szülők a rendőröket is kihívták, de ők sem találták meg a 15 éves lányt. Tiana mobilja időközben lemerülhetett, így az sem segíthet a nyomára bukkanni. A sela i milícia je bila organizovala. Juče posle podne helikopterom su tražili je. Navodno je na tunak u Deljari i voda bila ispumpana iz jezera. A rendőrség a nyomozás érdekében nem ad információkat. Tiana szülei nem vállalták a nyilvánosságot. Megkeresésünkre telefonon elmondták, most lányuk keresésével töltik minden idejüket. Az édesapa szerint Tiana jó tanuló, példás magaviseletű, semmi sem utal arra, hogy megszökött volna. Amennyiben bárkinek információja van a 15 éves Tiana J. eltűnéséről vagy tartózkodási helyéről, hívja a 192-es rendőrségi számot, vagy tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrőrsön. Vasárnap többfelé volt hatalmas felhőszakadás. A csatorna rendszerek képtelenek voltak elvezetni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esőt. Szabadkára az esti órákban csapott le a vihar. Az özönvízszerű esőzés mintegy fél órán át tartott. A hirtelen lezúduló eső minden alkalommal hatalmas káoszt okoz a városban. A térdig érő víz órákon keresztül akadályozta a forgalmat. A város központjában szinte lehetetlen volt a közlekedés. Az utcák leginkább a medrükből kilépő folyókra hasonlítottak. Volt, aki gyalogosan vágott útnak, de sokan tanácstalanul várták a helyzet javulását. Több helyen az autók lámpájáig ért a hömpölygő víz, csak lépésben lehetett haladni az elárasztott utcákban. Az esti felhőszakadás nyomai mostanra már csak itt-ott tapasztalhatóak, a lakosok azonban még mindig mérgesek. Félváros elöntötte a víz, ami tényleg kibírhatatlan. Több helyen a csatornáknak a födelét kidobálta, itt ebbe az utcába Petra Drapsina. Itt el volt árasztva, még most is látszik a helye sárnak. To je, mislim, tragično za jedan grad u 21. veku, da čim je malo veća kiša, da je grad poplavljen, da se da je apsolutno nefunkcionalno, pogotovo ovako neke ulice, ko što su ulica Petra Drapšina, a o podvožnjaku i da ne pričam. Mislim, to je, da kažem, stvarno sramota za grad. Vasárnap többfelé volt felhőszakadás Magyarországon is. Szegedre hatalmas villámcsapásokkal érkezett az özönvízszerű eső. Egyes utcákban az autók tengelyig gázoltak a vízben. Az elkövetkező napokban is kedvező feltételek lesznek az áporok, zivatarok kialakulásához. Heves eseményekre is fel kell készülni, mely azt jelenti, hogy az intenzívebb zivatarokat újabb özönvízszerű esőzés, jégeső és viharos kifutó szél kísérheti. Az állam 2015. júliusáig kivonul a médiából. Egy éven belül privatizálhatják az önkormányzati alapítási rádiókat is. Ezt tartalmazza az a törvényjavaslat, amit ma a szerb parlament illetékes bizottsága is elfogadott, azt követően, hogy tegnap a kormány is támogatta a tervezett törvényszöveget. Megszűnik a TV előfizetés, a közszolgálati hírközlő közegeket az állami költségvetésből finanszírozzák majd 2016-ig, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Iván Tasovács művelődési és tájékoztatási miniszter. Hozzátette, ezt az időszakot követően a lakossággal megfizettetik majd az illetéket, ami nem lesz több 500 dinárnál. A törvényjavaslatra a parlamentnek kell rábólintania. Belgrádba látogatott ma Federica Mogherini, Olaszország külügyminisztere. Alexander Vučić szerbiai kormányfővel találkozott. Megállapították, hogy a két ország nagyon közel áll egymáshoz, kapcsolatuk pedig baráti jellegű. Olaszország a továbbiakban is támogatni fogja Szerbia európai perspektíváját, valamint a Pristinával való párbeszéd folytatását, mondta el Mogherini. Az olasz külügyminiszter belgrádi látogatása során találkozott Ivica Dačićjal is. A két külügyi tárcavezető megállapította, Olaszország Szerbia gazdaságilag legfontosabb és politikailag is jelentős partnere. Terveik szerint a két ország kormánya még az idén megtartja Szerbiában a sorrendben negyedik közös ülését, amelyen elsősorban gazdasági kérdésekről és az energetikát érintő témákról tárgyalnak majd.
Az ukrán hadsereg elfoglalta a fekvése miatt stratégiai fontosságú Saur-Mohila települést Kelet-Ukrajnában. A település egy magaslaton fekszik Donyeszk és Luhansk megye, valamint az oroszországi Rosztovi terület határán. A szakadárok innen rendszeresen lőtték az ukrán katonák állásait, illetve több lakott területet, beleértve az orosz határnál lévő Marinyivka települést. Petro Poroshenko ukrán elnök arról beszélt, hogy a felszabadított területeken hamarosan újra béke lesz. Egyes katonai szakértők viszont arról számolnak be, hogy Donyeszk megye északi részén a már felszabadított Szlovjanszkba és Kramatorszkba visszaszivárognak a szeparatisták, békés lakóknak álcázva magukat. A Kelet-Ukrajnában lezuhant maláj utasszállító fekete dobozainak adataiból a szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy egy felrobbant rakéta repeszei által okozott erős nyomáscsökkenés okozta a tragédiát. A jelentés szerint számos rakétarepesz találta el a Boeing 777-est, és a nyomáscsökkenés robbanásszerű, vagyis hirtelen volt. A szakértők megállapítása alátámasztja azt a feltételezést, hogy légvédelmi rakétával lőtték le a maláj gépet. Az utóbbi napokban nyilvánosságra került több olyan fotó, műholdas felvétel, illetve a szakadárok telefonbeszélgetései, ami Kijev szerint azt bizonyítja, hogy a szakadárok rendelkeznek ilyen típusú rakétarendszerrel, és őket okolják a tragédiáért. Ugyanezeket a tényeket erősítette meg az amerikai hírszerzés is. Azonban a feltételezések szerint a szakadárok tévedésből lőhették le a járatot, mert azt hitték, hogy az egy ukrán katonai gép, írja az MTI. Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára emlékezve Ferenc pápa a most dúló konfliktusok leállítását sürgette a római Szentpéter téren vasárnap délben mondott beszédében. Ferenc pápa az úrangyala imádság után mondott beszédében úgy fogalmazott, reméli, hogy a múlt tévedései soha többé nem ismétlődnek meg, és a világ tanul a történelem leckéjéből a béke útját választva. Ferenc pápa a közel-keleti, az iraki és az ukrajnai konfliktust említette meg, imádkozva azért, hogy az itt élő népek és vezetőik megfelelő bölcsességre és erőre találjanak a béke érdekében. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Templombúcsú, koncert, színház, mulatozás, Anna napok Kishegyesen. Kenyérszentelő ünnepséget tartottak Törökfaluban. A moholi napokon idén kiemelt szerepet kaptak a sportrendezvények. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok is megtalálták a maguk programját a kishegyesi Anna napok rendezvénysorozatban. Koncert, színház, mulatozás, tartalmas kísérő rendezvények kapcsolódtak a templombúcsú köré a településen. A kishegyesi katolikus keresztény templom védőszentje Szent Anna. A településen már hagyomány, hogy a július végi templombúcsú köré az Anna napok rendezvényei kapcsolódnak, amely idén 5 napon át hozott új tartalmakat a nyári hétköznapokba. Legalább szórakozzunk egy kicsikét, meg az este is volt Anna bál, nagyon szép volt, nagyon jó elmúlt, úgyhogy egy kicsikét kell fölvidítani a hegyest is. Vasárnap a búcsú napján megtelt a falu központ. Vásári árusok, bazárosok, a falubeliek és az innen elszármazottak népesítették be Kishegyest. Nagyon szeressük az ilyen rendezvényeket, mert kicsikét fölöleli Hegyesnek a kultúráját, a népviseletét, a hagyományát, és ennek mindenki örül, mert hát ez szép. Először szerveztek lovas programokat. Újjá alakult a településen a lovas klub. Egyre nagyobb az érdeklődés a lovasport iránt, úgy Vajdaságban, mint Kishegyesen, emelte ki az egyik szervező, Brezovszky Miklós. Az utóbbi pár évvel sok-sok lószerető ember van, és lovasok, és akik tartanak lovakat, épp úgy keftelésből is, mint versenyszinten, amikkel foglalkoznak lovakat. Szerdától vasárnapig pezsgett az élet Kishegyesen. Tanyaszínház, néprajzi előadás, főzőverseny, sok program közül választhattak a falubeliek. Elértük a célját a rendezvényünknek, amely az volt, hogy minden korosztály sikerüljön megmozgatni. Célunk az volt, hogy mindenki otthon érezze magát Kishegyesen, mindenki megtalálja a kedvére való programot.
Nagyon jó tapasztalataink vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen sok színű program, és hogy milyen sok létű program, és hogy ezek a programok mind egymás mellett meg tudnak férni különböző helyszíneken, de mégis minden kishegyesét megmozdítva, és ünnepélyesebbé téve nekik a búcsút. Az önkormányzat, a helyi közösség, az egyesületek és a civil szervezetek is kivették a részüket a szervezésből. És mint ahogy azt a mondás tartja, búcsú idején megkétszereződött a falu lakossága. Együtt ünnepelt Törökfalu. A kenyérszentelő ünnepség a falu egyik legnagyobb rendezvénye. Éppen ezért óriási népszerűségnek örvend nem csak a helybeliek, hanem a környező településekről érkező vendégek körében is. Áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásoddal. Az új kenyeret szenteli meg Törökfalu plébánosa a Szent Gellért templomban az ünnepi szentmisén. Az ünnepi előkészületekbe évről évre mind többen kapcsolódnak be. A falu apraja nagyját összevonja ez az egész, és együtt részt vesznek, dolgoznak benne, segítkeznek, egyre többen hozzájárulnak, ami nagyon nagy dolog. A helyi általános iskolások is minden évben nagy lelkesedéssel készülnek. Én úgy érzem, hogy fölfelé ívelő a tendenciánk, tehát mindig több-több kapcsolódik be a fiatalok köréből is. Ezzel együtt pedig felismerik a hagyományápolás és a hagyományőrzés fontosságát. A kenyérszentelő ünnepségnek jelentős a közösségépítő szerepe is. Van összefogó ereje, hogy készülnek már hónapokon keresztül, nem csak az énekesek, a műveled is egyesületben, hanem aztán utána magára erre a napra is. Hát van neki összefogó ereje. A szervező kakaspörkölt főzőversennyel, játékos vetélkedővel, lovaskocsis felvonulással, valamint gazdag kulturális programmal is várták az érdeklődőket. A Törökfalu megtartott kenyérszentelő ünnepség főtámogatója a Magyar Nemzeti Tanács és Ada község önkormányzata. Izgalmas sportrendezvények, színvonalas kulturális programok és hangulatos koncertek jellemezték az idei Moholi Napok rendezvénysorozatot, amelyet a hétvégén tartottak meg a Tiszaparti faluban. A Moholi Napokon idén kiemelt szerepet kaptak a sportrendezvények. A községbeli sportklubok jóvoltából a birkózók, a kézilabdázók, a labdarúgók, a teniszezők és a sakkozók is megmérettettek. A legnagyobb érdeklődés azonban a Moholi úszómaraton tövezte, amelyet 10. alkalommal tartottak meg. Nagyon sokan sportolnak Adán, nagyon sok klub is van, akik kitűnően működnek, tehát van lehetőség a fiataloknak választani a sportok közül, és az úszás is az egyik kedveltek közé tartozik, egyrészt a medencék miatt, másik pedig a Tisza, így aki szeretne úszni, az egy, meg is tud tanulni, és tudja is utána versenyszerűen is folytatni az úszást. A rekreációs központban a gyerekek a mobil játékpart által kínált szórakozási lehetőségeket és a fiákeres kocsikázást is kipróbálhatták. A felnőtteket pedig kirakodó vásár és művelődési műsor várta, ahol a községbeli hagyományőrző csoportok, művelődési egyesületek és táncklubok tagjai léptek fel. Nagyon tetszett az egész műsor, nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg bazárt láttunk, meg ez a trambulin, meg minden. Az idősebbek a szórakozási lehetőségek mellett a rendezvénysorozat közösségépítő jellegének fontosságát is hangsúlyozzák. Azért tartom ezt fontosnak, mert itten találkozunk sok ismerőssel. Nem nézve azt, hogy magyar vagy szerb, vagy netán valami más ajkú, mindenkivel együtt szoktunk ünnepölni, és akarunk együtt ünnepölni. A rendezvénysorozatot idén az Adai Önkormányzat és az Idegenforgalmi Szervezet, valamint a községbeli sportklubok közös szervezésében tartották meg. 7. alkalommal tért vissza Vajdaságba a Magyarországi Szekér Színház Társulat. A Pest megyei Leányfaluból érkezett színészek Tordán, Bajsán és Bács Feketehegyen vitték színpadra Murit Zsigmond Szerelem című művét. Szinte minden hétre jut egy színházi előadás a bácsfeketehegyieknek. A Tanya Színház fellépése után most a Magyarországi Szekér Színház Társulata szórakoztatta a közönséget. A Szekér Színház előadását még tulajdonképpen nem láttam, de a Tanya Színházat állandóan látogatjuk, ez a miénk, ez tudom magyarországi előadás. Színházban nagyon szeretünk járni. Ki se fújhatja magát, ami
A vajdasági közönségnek mindig nagyon jó játszani, tehát annyira jól veszik ezt a móricci humort, ahogy az egyszerű parasztgondolkodás egymásnak feszül. Felüdülés a falusi közönségnek előadni és kilépni kicsit a kisvárosi életből, meséli Szilvási Judit, akinek két szerep jutott a darabban. A nyelvezete meg az egésznek a hangulata, vidámsága, az természetesen nagyon nagy élmény. A darab rendezőit szabadkai gyökerei évről évre visszahúzzák Vajdaságba. Póka Éva, mint fogalmazott, jó érzés hazajárni, hiszen páratlan fogadtatásban van részük. A rendező célja az emberközeli témák feldolgozása. Szóljon rólunk, szóljon arról a népről, akinek van egy csodálatos múltja zenében, ruhában, színjátszásban. Évek óta Bács-Fekete-hegyen száll meg a Szekér Színház társulata. Kizárólag magyar szerzők műveiből válogatja, és olyan előadást, amely után a közönség jól érzi magát, és itthon érzi magát. Az egyfelvonásos végjátékban szó volt szerelemről, megcsalásról és a házas élet fortéjairól. A 100 évvel ezelőtt íródott, de aktualitását nem vesztő darabot nagy érdeklődéssel fogadta a bács-fekete-hegyi publikum. Ösztöndíjpályázatot hirdett Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet. Azok a szerb állampolgárságú diákok jelentkezhetnek, akik az anyaországban folytatják alap- vagy mesteri, doktori vagy részképzős tanulmányaikat. Szabó Hangya Lilla a miniszteri ösztöndíjat pályázta meg. Pszichológiát tanul Szegeden. Egy egyetemistának nincs az a kis pénz, ami nem jön jól, hiszen gondolni kell ugye az ott lakásra, tehát a kollégium költségeire, az étkezésre, az utazásra és magára a megélhetésre is. A jelentkezés első körben elektronikus formában történik. Az alap- és mesterképzésre indulóknak személyesen is át kell adniuk dokumentumaikat a szabadkai CMH irodában. Balassi Intézet elektronikus ügyfélkapuján a sao.bbi.hu oldalon tudnak regisztrálni, ott található az adatlap, elektronikusan kell jelentkezni, és miután elküldték elektronikusan a jelentkezésüket, a kinyomtatott aláírt adatlapot, valamint az ott felsorolt dokumentumokat csatolva itt kell beadni a szabadkai CMH irodában a pályázati kérelmüket. A CMH iroda munkatársa arra buzdítja a hallgatókat, hogy minél nagyobb számban és minél előbb jelentkezzenek. Az ösztöndíj összege havi 17 és 40 ezer forint között alakul. Szabadkáról és környékéről sokszor jelentenek be kóborkutyákat a kommunális rendőrségnél. Az állatok csoportokba verődnek az utcán, agresszívek, dühösek és egyre gyakrabban támadnak. A kezét fájlalja az idős bácsi. Reggel Bajmokon a saját háza előtt harapta meg egy kóborkutya. Ja, kutya. Kako će biti, pa valjda će biti, kako će biti, ne znam. Ali uglavnom stvarno boli me to gdje mi je ta pasulja. Az egészségházból értesítették a kommunális rendőröket. Ők nem sokkal a bejelentés után meg is érkeztek a helyszínre. A kutyát akkor már nem sikerült megtalálniuk, így csak a jegyzőkönyvet vették fel a sértettel. Ami a kobor kutyákat illeti, jelenleg a legnagyobb gond az, hogy a városi menhely nem dolgozik már egy ideje visszafelé, ahogy már mindenki tudja, és egyszerűen sok a bejelentés. Akár csak a hangos éjszakai zene és a sok elhanyagolt füves terület miatt. A parlagfű virágzása idején jelentősen nő a betelefonálók száma. Kimegyünk a színhelyre, és megnézzük, hogy ott a tulajdonos, akkor figyelmeztetjük, hogy a kötelessége rendben tartani a közterületet a háza körül vagy a háza előtt. A kommunális rendőrök nyáron a dinnye árusokat is ellenőrzik, mivel gyakran előfordul, hogy engedély nélkül árulnak. A kezdetekhez képest ma sokkal jobban elfogadják a lakosok a kommunális rendőrök munkáját. A legtöbb intézkedésünk 544 esetben volt a háziállatok tartásával kapcsolatban, majd a második helyen volt 272 alkalommal a
szabálytalan parkolással kapcsolatban, majd 118 esetben a hangos zene miatt intézkedtünk, továbbá ugyanúgy a zöld területek, a fametszés, a közlekedési jelek megrongálása, tűzgyújtás, parlagfű, szennyvízkéreztése közterületre, munkaidő betartása, és így tovább, és így tovább. Amennyiben valakinek észrevétele van, a nap bármely szakában hívhatja a kommunális rendőrség telefonszámát, a 626-988-at. Hatalmas torlódások, türelmetlen autósok. Aszfaltoznak Újvidéken. Az elmúlt években a városi költségvetésből több sugárutat és felújítottak a tartományi székvárosban. Míg a tavasszal elkezdődött a felszabadulás sugárútjavítása, a Merkától bevásárló központ előtt akkor is hatalmas volt a közlekedési dugó. Most a háromsávos sugárút másik felének aszfaltozását fejezték be a Pút közvállalat dolgozói. Hátra maradt még a gyalogjárda és a kerékpárút befejezése, itt még akadozik a közlekedés. A napokban kezdik el a felújítást a város egyik legforgalmasabb útkereszteződésénél, a Futaki piacnál. Most a szükséges méréseket végezték. Praktično obe i Jevrejskom ulicom i Bulevarom Oslobođenja saobraćaj će se kretati drugom trakom dvosmerno, što će znatno smanjiti protok saobraćaja. Iz tog razloga javno komunalno preduzeće upućuje apel našim vozačima i zaista molbu pre svega za strpljenja. A város illetékesei alternatív útszakaszok használatára szólítják fel a közlekedés résztvevőit. A városi közlekedési vállalat járművei is változtatnak szokásos útvonalaikon. A polgárok azt mondják, a munkálatok megnehezítik a mindennapjaikat. Jako velika nesposobnost. U svetu se to radi drugačije. Ujutru recimo od 2-3 sata pa sve raspoložive snage se angažuju na jedno gradilište i onda se to uradi. Vidim da je nervoza kod naroda, svaki dan sve gora, međutim kako da nam bude bolje ako se danas malo ne odreknemo nečega. A Futaki piac előtti útszakaszt a tervek szerint augusztus végéig befejezik. Ekkor már zökkenőmentesebb lesz a belvárosi forgalom Újvidéken, hiszen nagyobb útfelújításokat már nem terveznek. Tizenkettő hétre legyőzte Szerbia férfi vízilabda válogatottja Magyarország legjobbjait a budapesti Európa-bajnokság döntőjében, és ezzel megvédte a címét. A tornán korábban minden meccsüket megnyerő magyarok a döntőben nem találtak ellenszert az utolsó mérkőzésükre csúcsformába kerülő szerbek ellen. Szerbia megvédte az Európa-bajnoki címét vízilabdában, miután tegnap este meggyőző játékkal verte Magyarországot. Az első szerb gól szemfüles volt, ahogyan betették középre Nikola Radjennek. Utána pedig több bivajerős lövéssel vették be sorra a magyar kaput. Hiába tett Vámos Márton is hasonlóan a másik oldalon, nem sikerült felzárkózni a magyar csapatnak. A hazai szurkolók számára valóságos sok volt a szerbek által 3-1-re és 4-1-re megnyert első két negyed. Zsivko Gocic csapatkapitány vezényletével a szerb pólósok kegyetlenül kihasználtak minden lehetőséget. A harmadik negyedet ugyan 4-2-re megnyerték Varga Dánielék, az utolsó negyedben viszont ismét hibátlanul játszott a szerb csapat. Végül 12-7 lett a végeredmény. Benedek Tibor magyar szövetségi kapitány szerint a szerb csapat a mezőny felett van. Ugyanakkor ő és mások is pozitívan értékelték az elmúlt két évet, hiszen a magyar válogatott több nagy tornán is nagyszerűen teljesített. Zsivko Gocic csapatkapitány élete mérkőzésének nevezte a döntőt. Az olasz Vincenzo Nibali nyerte a vasárnap véget ért 101. Tour de France kerékpárversenyt. A Cápa Becen nevű sportoló ezzel az országúti kerékpározás történelmének 6. olyan alakja lett, akinek sikerült megnyernie mind a három nagy 3 hetes körversenyt. Az Astana csapatkapitánya 7,5 percet vert összetettben a második helyezett Jean-Christophe Péraudra. A dobogó harmadik fokára a legjobb fiatal versenyzőnek kijáró fehér trikó
Bravót is megszerző Thibaut Pinot állhatott. A záruszakaszt zsinórban másodszor a német Marcel Kittel nyerte. A legjobb sprinternek járó zöld mezt a szlovák Peter Sagan vihette haza sorozatban harmadszor, míg a legjobb hegyi menőnek járó pöttyös trikót idén a lengyel Rafał Majka szerezte meg. Legyünk toleránsak. Az európai értékrend és a gondolkodásmód meghonosítása az együtt és nem egymás mellett élés leckének megtanulása, egymás elfogadása. Erről szól az immár 8. alkalommal megszervezett topolyai tolerancia tábor. A barátság, a demokrácia és a béke iskolájának idei évfolyama magyarországi, németországi, horvátországi, romániai, szlovákiai, bulgáriai és szerbiai fiatalokból tevődik össze. A Dunamenti országok és régiók fiataljainak szervezett találkozó alapvető célja, hogy a kölcsönös megértés és tisztelet jegyében felismerjék, illetve megfogalmazzák, mit jelent az európai értékrend és miben állnak a nemzeti sajátosságok. Tolerance is really important. And I came here to stop thinking about prejudices and start talking to the people. Herzlich willkommen zum Camp of Toronland 2014. Došli s vanjšnjom otvorem osmi kamp tolerancije 2014. Idén először vagyok a tolerancia táborba. Azért jöttem, hogy új embereket ismerjek meg, és hogy meg is tudjam, mi is igazából ez a tolerancia. Ez már a 8. nyár, amikor Topolya örökbe fogadja a különböző régiók fiataljait egy hét erejéig. Sok nemzetiségű, sok nyelvű, több vallású lakosok laknak itt, és egymás mellett, és együtt tudunk élni. Ez egy nagyon szép dolog. Nagy területen, tehát ez a 23 település, és mégis megpróbáljuk úgy, mint önkormányzat, illetve mint a polgárok is valahogy egyensúlyozni ez a sok település és lakos között, és megtalálni az egyensúlyt, illetve a toleranciát. A gyűlöletbeszédre, az erőszakra és a diszkriminációra a tolerancia meghonosítása a válasz a világ bármely részén. Az egymás elfogadásán és tiszteletén alapuló közösség pedig egy fejlődő társadalom alapja. Tolerancia az egy olyan fogalom, amely a vajdaságra igen jellemző, hiszen 6 nyelv van hivatalos használatban nálunk, és ez egy, azt hiszem, egyedülálló dolog a régióban. Ez azt jelenti, hogy a kultúrák, a nyelvek egymás mellett megférnek, kiegészítik egymást, és egy megfelelő türelmesség van mindenki részéről, minden nemzeti közösség, nemzet részéről a másik irányában. A tolerancia tábor 8-szor kerül megrendezésre, és azt hiszem, hogy igazolta önmagát, és egy olyan példaértékű rendezvény, amely még csak erősíti most már nem csak a Vajdaságban, hanem az egész Duna mentén ezt az értéket, amit a tolerancia képez. Vajdaság legszebb példája az együttélésnek, és a toleranciának nem létezik alternatívája. Nyomatékosította a tábor létrehozója az alapcélt. Hogy elindultunk az Európa útján, Európa felé, és ez a rendezvény valójában a fiatal körében próbálja népszerűsíteni a megértés, a béke, a békés együttélés, a szolidaritás, illetve a bizalomerősítés politikáját. Ebben a megmaradt sokszínűségben, akárha a Vajdaságot is veszük alapul, óriási szükség van az e fajta viselkedési formára, az e fajta jövő szemszögéből is fontos gondolkodásmódra. Ugye ez a mai fiatalok azok, akik legjobban fogékonyak, úgy a pozitív, de sajnos a negatív folyamatokra is. Hát mi egy pozitív üzenetet próbálunk közvetíteni a közvélemény, a polgárok, illetve Európa felé. A tolerancia a kulcs szó Vajdaság és a régió fejlődésében, felzárkózásában. Tolerancia znači da poštujemo one koji su drugačiji od nas i zajedno sa njima da živimo negujući te razlike, ali da gradimo društvo koje će moći na svetskom tržištu da bude konkurentno. I na to se svodi.
Na kraju krajeva važno je i da bolje poznajemo jedni druge na taj način i da poštujemo te razlike, na taj način ćemo sprečiti konflikte koji bi mogli da se dese u budućnosti. A tolerancia táborban délelőtt előadásokat hallgathatnak a résztvevők, délutánonként pedig a kultúrák sokszínű zenei ritmusát, képzőművészetét és népi hagyományait ismerhetik meg a fiatalok. A program végén megfogalmazott üzeneteket pedig Martin Schulznak, az Európai Parlament elnökének juttatják el. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb történések még egyszer, röviden. 100 éve kezdődött az első világháború, a szerb kormány Nisben díszülést tartott. Egymás elfogadására tanít a topolyai toleranciatábor, immár 8-szor. 3 nap után sincs híra péntek éjjel Bajmokon eltűnt lányról. Szerbia nyerte a vízilabda Európa-bajnokságot, Magyarország a második. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Nézzék a Pannon TV-t, vagy hallgassák a Pannon Rádiót. További szép napot!